este nekünk énekel a Full Moon! Itt lesznek az Operett Színház művészei, valamint fellép Bogi és Király Viktor is. Sztárvendégünk élőben Heinz Gábor Biga! A Szerencse Szombat ma esti házigazdája Kis Orsi és Harsányi Levente. Köszönöm szépen a támogatást, jó estét kívánunk mindenkinek, eltelt egy hét, ismét jelentkezik a Szerencse Szombat. Támaszkodhatsz rám nyugodtan. Köszönöm, Orsi, jó estét kívánunk, kezdítsókom, hölgyeim és uraim. Látták, hogy egy picit instabil volt Orsi járása, jól van, jelzem, de némi sérülést hoztál magaddal a mai műsorra. Igen, de majd esetleg erről később beszélgessünk, most inkább mondd, hogy mi történt a múlt héten. Jó, akkor nézzünk a számok tükrébe konkrétan, és nézzük, hogy mi volt előző héten itt a Luxorban. Ugye nem volt határszámon belül telitalált, ezért a mai, illetve a heti határszámunk a 38-as. Ha valakinek 38 kihúzott számon belül lesz telitalálata, akkor kérem szépen 33 millió forintot nyerhet. A Jokerem volt a múlt héten telitalálat, így ismét 12 millió forint a megnyerhető főnyeremény. Az ötös lottó esetében pedig 730 millió forint a tét. Be kell vallani, Orsival, mi kíváncsi lelkek vagyunk, úgyhogy kérdeznénk Tihanyinétól Zsuzsannát, a Sorsási Bizottság elnökét, hogy mit tapasztalt az előkészületek folyamán. Természetesen a szabályoknak megfelelően ma is előkészítettük a sorsolást, minden a helyén áll, kezdhetünk. Mi CSS, ugye? Tehát csodás szerencse. Szombat, ami itt vár. Te mondod. Kérem szépen, 75, ugye? Szám, golyó, köszönöm. Igen. És a Gitano Live, igen. Ja, és a Taurus. Nem, épp most szép. A Gitano Live. Így igaz, őket láthatják, őket is köszönjük a műsorban, hiszen itt vannak mindig, és velük együtt teljes a kép. Köszönjük szépen. Orsi sérüléséről 3 perc múlva kezdünk el beszélni. Megvártuk az első golyót, Levente 1, pontosabban az első betűszám, kombináció, csak hogy véletlenül se legyen hiányérzetet. Köszönöm szépen. Ezt annyira szereted az én számból hallani, hogy lehet, hogy felmondom. Levente 6. Azt hittem, az előbb befejezed a mondatot. Levente 1. Zseniális műsorvezető, igen. Na, így van, jó. Na, eddig már 2 számot húztunk. Robert 72, most már 3-at. Múlt héten 12 sorsolás után találta meg Kata, illetve Áron az első képet. Igen, azt figyeltem, hogy előző héten nem mi voltunk. X39. Hát én biztosan nem voltam itt. Na, de most mi vagyunk, sőt a jövő héten is nagyon itt leszünk. Jövő héten mind a 4-en itt leszünk. Bezony. Olga 48. Arra egyébként már jó előre felhívni a figyelmet, ezért tesszük ma ezt majd többször is, hogy készüljenek, mert egy olyan vizuális cunami jön. Robert 74. Jövő héten 4 személyében, hogy hát nem is tudom, hogy vezessem fel. Szóval a kihagyhatatlan adás, a szerintem. A kultúra Monteverestje, a zene Rolls-Royce-a. 29. Nem tudom, tehát, hogy mi beöltözve tisztelgünk egy zenekar előtt majd. Egy legendás zenekar előtt, Robert 71. Tényleg. Akik a névválasztásnál nem mentek nagyon messze, mert az ABC első 3 betűjéből választottak, abból 4 betűt, és mégis sikeres lett a csapat. 24. Ugye az első 3 betű az A, A és gondoltam, a B. Gondoltam, hogy a magyar ABC-t, igen. Igen, azért mondom, hogyha valaki esetleg eltévedt. De maradja, ha csak a ABC-t vesszük, Robert 65. Akkor is jó lenne. Akkor 2-t. Igen. Abbáról van szó természetesen. De akik nézték a múlt heti adást, akkor már értesülhettek erről, Levente 13. Annyit előjáróban hagyd mondjak el, hogy a lányok alakítják majd a lányokat az abbában, míg Áron lesz a, elmondhatom, a gitáros. Levente 10, és komoly harcokat vívott, hogy nehogy szűk fehér overába öltöztessék. Én bízom benne, hogy így lesz, és a gitárt majd leveszi a végén a nyakából, a többit önökre bízom. Olga 51. Mint hogy azt is, hogy ki lesz a zongorista. De valahogy megoldjuk egy a lényeg. De én szeretném elmondani, hogy ki leszek, mert engem nem fog senki sem megismerni. Hát te már most ki vagy, nem hogy ki leszel, de már most ki vagy. Robert 67. Hát új hajakat kaptok. Szóval nagyon pibesz lesz. Készen. Na, szóval ki leszel? Kék kontaktlencsém is lesz, képzeld el. Levente 7. X kellene nekünk még egyébként nagyon, hogy a Luxor játékra is figyeljünk, hogy megtaláljuk az első képet. Uxó, ezek kellenek. Olga 50. Szóval az egész hét próbával telik majd, és a nézőknek mondjuk, hiszen a dalt, a dalokat, melyeket előadunk, le kell próbálni. Olga 46. És oda kell figyelni, nem csak ének lesz, pici tánc is, szóval elég komplex lesz a dolog.
jövő héten. Bár ők azért nem voltak azok a túlmozgásos emberek, Levente 8. Hát nekem lesz a legkönnyebb. Ha már zongora helyett betolnak egy varrógépet, közben tudok varrni, és ugyanúgy lábmunka és kézmunka kell hozzá, aztán vissza a zongora a referendiát. Fogó 19. Így kicsit izgulunk fel vagyok, azért abbát játszani a zenészeknek is nagy feladat, főleg azoknak, akik nem értenek hozzá. Van Áron zenész is. Robert 61, hát és mi pedig nem vagyunk azok, azért megcsillogtatjuk a nem létező énektudásunkat. Egyébként meg őszintén arra majd vagyok fogják az emberek a fejüket, hogy mamma mi jön. X37. Két dolog izgat egyébként egy évben, a nyári időszámítás és hogy fogtok jönni. Egy X hiányzott az első képhez, de hát az első X meg is hozta, úgyhogy már is mutatjuk, hogy hányan nyertek. 9-en nyertek, fejenként 98.835 forintot gratulálunk. Sodródjunk tovább a műsorban, úgyhogy folytatjuk természetesen a sorsolást, első keretig sorsolunk. Kicsit aggódom egyébként, mert ilyen nagy platós, magas talpú csizmában leszünk, ha minden igaz. Nem baj. Ez a cipőm is olyan, és most sikerült. Három év után először lebukfenceznem a lépcs. És itt jön képbe, kérem, orsi sérülések. X40. Mert azért azt áruljuk el, van egy kulisszatitka a műsornak, mindig egyszerre jövünk le a lépcsőn, úgyhogy te belém karolsz. Igen. Közben rövid történeteket mondok neked, ugye? Robert 75. Fiatalkoromból és a Luxorral kapcsolatban. Maximálisan, igen. Egyfajta közös felkészülési folyamat része ez. És eddig Orsinak 2-3 év alatt egyszer. Ugó, 23. Sem picsaklott, és ment ki a bokája. Na, akkor itt követtem el a hibát, hogy egyedül jöttem le a lépcsőn, és nem is sikerült teljesítenem a távot. Jó beszél. Vagyis egy kicsit gyorsabban. Hát, hogy ezt mondja, kijöttem egy pár lépcsőfokon, Levente 5. Megvan a nélkülem egy lépésse, ugye? Na, hát ez innen ered. Egy nagyon szép dudor van a lábamon. Kellemes, igen. Hát így értem. Ha valaki kér esetleg egy... Levente 3. Kürtös kalácsot, akkor most Orsi bokájából törhet, egy picit megdagad, de majd meggyógyul. No, 26 számot húztunk eddig, azért természetesen beszéljünk a Luxorról is, ugye a határszámunk. X44. Nem ez a határszámunk, a határszámunk az 38. Bizony. Egyébként minden azzal van a kerethez. Múlt héten 33 sorsolás után találták meg az első keretet. Ugó 28. És te jól vagy? Neked nem okozott problémát egyedül lejönni a lépcsőn. Nem hiányoztam. Robert 63. Hát annyira hiányozta, hogy annyira megszokott menetben megy az egész műsor és annak felkészülése. Bázba karoltam. Nem, végigmondtam magam mellett senkinek, amit szoktam neked. Csak csodálkoztam, hogy nem jön válasz. Olga 57. Akkor gondoltam, hogy te már előbb lejöttél. De hát látom. Hiba volt. Itt a bojtja. Tanultam itt a belőle. Bojtja. Ugol 30. De jövő héten kíváncsiak, hogy jössz le majd abban a cipőben. Már ugye abba a cipőben. Értem. Hát hál' Isten, mind a ketten itt lesztek. Férfi műsorvezető társam, úgyhogy majd. X45. Egy picit megpihenünk, hiszen első kerethez érkeztünk. Nézzük, hogy ki vagy, kik nyertek. Egy nyertesünk van első keretből. Nyeremény összege 1.186.035 forint. Gratulálunk! Megfigyelted, hogy közben itt dobolsz az asztalon? Igen, már verem zongoráznak az abba zenének a ritmusát elő. Én már most is készülök. Mi pedig arra. Folytatjuk a sorsolást egészen addig, amíg egyre nem leszünk a Luxortól. Akkor produkció következik természetesen. Mi lesz ma tényleg? Kígyobb üvölő, mentalista, bűvész, zene? Jó kis zenés produkció. Három fiatalember érkezik színpadunkra. Levente 14. Tippelhetek? Tippel. Az operett műfajából? Igen. Az operett színházból? Igen. Milyen mázni? Elolvastad, látom tényleg az adásmenetet. X32 nélkülem is magadévá tetted. Hát oly sokáig jöttem egyedül a lépcsőn, úgy ezt többször átolvastam. Levente 15. Szoktál te sportolni, kézilabdázni, vagy valami hasonló? Kézilabdában nem vagyok jó, de szívesen nézem. Robert 64. Jó, hát ilyen bokával nem tudnál még kézilabdázni sem. Ilyen cipőben nem lehet kézilabdázni. Robert 70. A következő szám lesz a határszám. Ez külön
jön majd egy hang is jelzi. Bizony, X38, és pont a 38-as a határszámunk. Halmozódik a jackpot, jövő héten annál több pénzt nyerhetnek tőlünk, de természetesen teli találat ezen a héten is lesz. Addig sorsolunk, amíg ez be nem következik. X41! Most azt várjuk, hogy valakinek a szelvényén már csak egyetlen egy bekarikázatlan mezője legyen. És jönnek az énekes fiúk, ugye? Bizony. X33. Picit sokat várat most magára az a pillanat, de így kell előbb-utóbb, hiszen minden héten így itt a Luxorban ez így van, bekövetkezik. Olga 58, és egyre vagyunk a Luxortól. Úgyhogy megszakítjuk a sorsolást, produkció következik, ahogy már említetted, az Operett Színház művészei. Az Elfújta a szélből hoztak nekünk egy részletet, fogadják sok szeretettel. Köszönt a szép tavasz, kalandra vár, izgalmat sok csatát ígér a nyár. Halálos csókkal támad az ősz, jöhet a tél, nincs ki legyőz. Hogyha a kürt szava csatába hív, miért lennél hős, ahol golyós süvít? Vagy ölsz, vagy ölnek, tudja a franc, érj haza végül, nincs másra sansz. Ez a parancs, száj, úgy, ahogy a szél, bármi belefér, simogat a napfény, hív az ég, ahogy a madár ide-oda száll, keresi ki végül rávár. Az ember könnyen szédül, könnyen ígér, egy esti párna csata sokat megér. De a sötétben soha se félj, az ágyban nem vár semmi veszély. Ha ámor pici nyíla szívem talál, mámorral átitatva remeg a száj. Csak addig törd magad, amíg lehet, ne hullass könnyeket, ha ígeret elfeleded. Ilyen a világ, láss ezer csodát, többet érez mindennél. Szállj úgy, ahogy a szél, bármivel fél, simogat a napfény, hív az ég. Ahogy a madár ide-oda száll, keresi ki végül rávár. Égő vágyak, boldogsággal szállj úgy, ahogy a szél, bármivel fél, simogat a napfény, hív az ég. Ahogy a madár ide-oda száll, keresi ki végül rávár. Szállj úgy, ahogy a szél, bármi belefér, simogat a napfény, hív az ég. Ahogy a madár ide-oda száll, keresi ki végül rávár. Szállj úgy, ahogy a szél, bármi belefér, Köszönjük szépen az Operett Színház művészeinek, az Elfújta a szélből láthatunk egy részletet. A darab egyébként nyáron látható lesz Szegeden, a szabadtéri játékok alkalmával. És hogy Orsi hol lesz látható hamarosan, az már is kiderül, hiszen folytatjuk a sorsolást, de ahogy ilyenkor az lenni szokott, ilyenkor itt hagy engem, és ilyenkor külön válunk. Persze egy eszme irányába vagyunk, és ugyanazt mondjuk, hogy folytatjuk a sorsolást, csak Orsi már a sorsológép mellől. Bizony, én pedig azt szoktam mondani, hogy felteszük az íre a pontot, befejezzük a sorsolást. Meghozza-e a következő száma teli találatot? Olga 56, ez a kérdés. Hatan vannak egyre a Luxortól, hogy megyünk tovább. Hatan várnak egyetlen számra. Robert 66, meghozza ez a szerencsét valakinek? Hát három embernek igen, mert hogy már 9-en vannak egyre a Luxortól. Na, a teli találathoz nem volt ez megfelelő. Olga 52, talán most, de nem. Megyünk tovább, folytatjuk a sorsolást. Várjuk a teli találatos szelvényt. Ugol 20! Már is mondjuk, hogy
ki vagy, kik nyertek Luxort, kinek van teli találata. Egy nyertesünk van, nyeremény összege 8.302.260 forint. Gratulálunk! Azon nevettem, amíg visszaszaladtam ide hozzád, hogy az lett volna szép baleset, ha még itt is sikerült volna elperecelnem, de nem megúsztam ezt a dolgot. Felemeltelek volna könnyedén. 20-as, ez volt az utolsó kihúzott számunk, mivel ez páros, az ötös lottó nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd, a megnyerhető főnyeremény összege 730 millió forint. Most pedig akkor nézzük az úgynevezett nyeremény táblánkat, hogy ezen a héten itt a Luxorban mi történt, milyen nyeremények, milyen eredmények, ki mennyit nyert. Nézzük akkor, vegyük szépen sorba. 7547 darab kép találat volt, egyenként 1770 forintot nyertek a szerencsések. Jöjjenek a keret, találtok, 282-t számoltunk ebből, szelvényenként 8410 forint a nyeremény. Ez követi az első kép, 9 darab volt, ennyit számoltak a kollégák, 98.835 forint a szerencséseké, egy darab első keret volt, 1.186.035 forintért, előbb mondtuk, mutattuk, még egyszer megerősítjük, egy darab Luxor volt, 8.302.260 forintért, a jackpot, ami több mint 25 millió forint, egyelőre átkerült a jövő hétre. A 2014-nek az újítása, az egyik újítása az, igen, itt a Szerencse Szombatban, hogy minden hónapban más sztárvendéget köszönthetünk. Januárban itt volt Tóth Vera, aztán jött a Csók Király, Vastag Csaba, Jani Csákvec, a Radics Gigi, és ugye ez a májusi hónap első Szerencse Szombat adása, tehát új sztárvendéget köszönthetünk a színpadon. Hagy találjam ki, hogy ki lehet az, jó? Azt mondja, hogy énekes, zenész? Igen. Tehát egy összetett személyiség. Azon kívül, hogy énekel is, zenél is? Igen. Értem, tehát úgy zenész, énekes, dalszerző is, és már van legalább egy, sőt, kettő, három nagy slágere. Igen. Értem, ki ő? Heinz Gábor, Biga, úgyhogy a színpadunkon a Gitano Live, a Fortuna Tánckar és Biga! Yeah.
kedves nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás, amelynek mai fő nyereménye nettó 730 millió forint. A színpadon az est két házigazdája, Kisorsi és Harsányi Levente. Kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen a Gitano Live-nak, a Fortuna Tánckarnak, hat csinoslán képviseli most a csapatot, és Heinz Gábor Bigának, májusi sztárvendégünknek. Hát nekem énekeltél. Csak is. Ugye? Így én készült. Is úgy láttam. Tulajdonképpen én most Kellék Dezső vagyok, hiszen itt egy szakmai szerelem alakult ki. Mondtad, hogy mennyire örülsz, hogy itt lesz Viga. Nagyon, én mondtam, de ez látszik is rajtam szerintem. Hogy ne csalatkozz, mert ugye csak hétköznap nem lép fel, minden szombaton itt leszel velünk. Itt vagyok, itt élek szombatonként. Ilyen és ehhez hasonló nagy slágerekkel, ha valakinek ismerős volt, akkor természetes, hogy az, hiszen egy egykori nagy sláger, Óceán Béla dalát énekelte. Billy nekünk, Ocean. Biga, köszönjük szépen. Igen, Get Out of My Dreams. Köszönjük szépen, és hát a remek dalokat hoz még nekünk Biga így a májusi hónap folyamán. Tehát jó dalokból sem lesz hiány, és természetesen milliókból sem. Kezdjük is rögtön a Joker sorsolást. A 18. játékhéten a Joker főnyereménye 12 millió forint. Már találkozhattak a sorsolási bizottság elnökével, Tihanyiné Tóth Zsuzsannával, és itt van közjegyzőnk dr. Sándor Zoltán. Jó estét kívánok! Szabályosak voltak az előkészületek, kezdhetjük el a Joker játékot. Igen, az előkészületek ma is szabályosak voltak, kezdődhet a sorsolás. A Joker első számjegye az egyes. A második a négyes. A harmadik a nyolcas. A negyedik a kilences. Az ötödik a nyolcas. És a hatodik a hetes. A Joker szám 1, 4, 8, 9, 8, 7. Hölgyeim és uraim, folytassuk is! Ma csak olyan dalokat hallhatnak itt a Szerencse Szombatban, melyek szerepeltek az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi dalválogatójában, a Dal című műsorban. Egyik kedvenc műsorom, az is megjegyzem, a másik a Szerencse Szombat. Kezdésképpen pedig egy olyan fiatal énekesnőn, akit szerintem nagyon sokat látunk és hallunk még a színpadon. Itt van már is, köszöntsük Bogit! Star. I don't want to dream cause I live my dreams. I don't want a heart that can fall apart. Just live my days. I don't want a sight, wanna be so blind. I just want to scream, screaming out your name. I don't want a heart that can fall apart. Just live my days. Fall apart. Just live my
Dagénak, ez volt a We All, és mi mindannyian arra várunk, hogy végre elkezdődjön az ötös lottó sorsolás, ez rögtön meg is történik, de ugye ezt a Luxor befolyásolja, 20-as, ez volt az utolsó kihúzott számunk, mivel ez páros, az ötös lottó nyerőszámait kézzel sorsoljuk majd, aki ezt megteszi, hát egyrészt itt foglal helyettem, illetve mögöttem, illetve mellettem, és 25 pályázó játékosról van szó, és aki a segítségünkre lesz és kihúzza az öt golyót, az öt nyerőszámot, ő 1 millió forinttal lesz gazdagabb, minden Viki kezén múlik, úgyhogy Levente, Viki, sorsoljatok. Köszönjük szépen, Orsi, ha minden Viki kezén múlik, akkor nézzük árva szemekkel, hogy ki lesz az a szerencsés, aki már is idejön. Segít nekünk sorsolni, mint ahogy azt megszokhatták, és ezért cserébe mi nettó, nagyon fontos, nettó 1 millió forintot adunk. Még nem tudjuk, jelzem, hamarosan én már tudom, és előbb-utóbb szerintem önök is tudhatják, ki az a szerencsés, aki idejön és segít, és 1 millió forintot kap tőlünk. Nos, hölgyek, urak, figyelem, a szerencsés Alvár Istvánné Szigetvárról! Nagy a boldogság, de hát ez jogos, hiszen 1 millió forintot nyert nyertesünk, de hát a többieknek sem kell szomorkodniuk, hiszen ők fejenként 30 ezer forinttal gazdagodtak, és önök is lehetnek ilyen szerencsések, hogy találkozhatunk itt a stúdióban, és nyerhetnek tőlünk ekkora összegeket, nem kell más tenni, mint négy mezőben ötös lottozni, pályázni és bízni a szerencsében. A pályázás feltételei változatlanok, láthatják az elérhetőségeinket a képernyőn, de természetesen mondom is, 0644 14 14 ez a telefonszámunk, a honlapunk elérhetősége pedig www.szerencsejáték.hu, és akkor kezdődjön az ötös lottó sorsolás. A 18. játékhéten az ötös lottó fő nyereménye nettó 730 millió forint. Mellettem pedig egy friss milliómos, ugye Katika? Igen, Katika. Írtam is egy dalt, hallott-e Katika? Gyere a lottóba, és már is 1 millió forintot kapott tőlünk. Na, azért most már megnyugodott. Igen. Otthonról hogy engedték el? Menjen csak, valami lesz. Nagy reménnyel, hogy megnyerem az 1 millió forintot. Ez elég nagy remény. Tessék közelebb jönni, gratulálunk. 1 millió forint, boldog tulajdonosa. Kezdjük a sorsolást. Az első nyerőszám az 58-as. Hölgyeim és uraim, ma szombat van, azt mondja, hogy jön vasárnap, hétfő, kedv, tehát már csak hármat kell aludni, ha szabad ezt mondanom, és kedden lesz az idei koppenhágai Euróvízos Dalfesztivál első elődöntője, ahol nagy reményeket fűzünk Alexanders András indulásához és dalához. Rokkolunk, igen. Nagyon, abszolút, úgyhogy sok sikert már innen szurkolunk neki. De van itt valaki, aki 2 évvel ezelőtt ugyan nem nyerte meg a hazai dalversenyt, mégis ővé lett a legjátszottabb dal. Heinz Gábor Bigáról van szó, gyere Viga, gyere ide közénk. A furcsa azt mondani, kedves Biga, de azért üdvözlöm, Biga. Szóval 2 éve indultál ugye a dalon, a Learning to Let Go című daloddal, és bár nem nyertél, de a nemzetközi megmérettetésben részt tudott venni az a dal? Tehát be tudtad mutatni ezt nemzetközi fronton? Hát nem is olyan keretek között, hogy én indulhattam Bakuban akkor, de például a svéd single charton első helyezett lett a dal 2012-ben többek hoppá, között. Hoppá. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. És arra is, hogy a mai napig játsz a rádió, úgyhogy nem várt siker, de örülök. Hát ez egy hatalmas láger. És nem tudom, hogy lelőjük a point, akkor lelövöm én, hogy hallani is fogjuk ezt a mai adásban. Ugyebár. Jó, hát mert így beszéltük meg. Előre. Jó, egy és azt is nekem énekeled, ugye? Igen. Köszönöm. Jó, ezt is megbeszéltük. Ilyenkor hogy van? Te mennyire drukkolsz őszintén és tisztán magyar indulónak, ugye Kálisanders Andrásról beszélünk, aki kedden szerepel majd az első elődöntőben. Ilyenkor azért te is drukkolsz, drukkoltál úgy hallom a Kompakt Diszkónak is. Nagyon, hát azért itt személyes kötődések is vannak, tehát nagyon jó baráti kapcsolatban vagyunk egyébként a Valkó Csabékkal, tehát a Kompakt Diszkó, én nagyon drukkoltam nekik, tehát személyesen írtam nekik éppen, amikor a verseny zajlott, és egyébként ugyanúgy Andrásnak is. Tehát nagyon jó ez a dal, nagyon jó az előadás, úgyhogy grat. Így lesz, akkor te is, és Orsi is drukkol, ugye? Mindegy, én így, tehát azon így tartom a kezemet, jó? Jó? Így maradok. Jó, várjuk majd azt a számot is, amit énekelsz nekünk, meg várjuk a következő nyerőszámot is, ezzel folytatjuk. Második. Oh, 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 oh.
második nyerőszám a 63-as. A dátum 2014, tehát az idei hazai előválogatóról van szó, már amely a dalversenyt illeti. Egy olyan csapat következik, amely bejutott a legjobb négy közé, méghozzá az első saját dalukkal. Színpadunkon a Full Moon! In a few more days it's winter, cold winds and freeze. I miss you so I'd well in my memory. Counting the moments I wish my phone would ring. I turn and out of nowhere there comes another spring. It can be over, we must fight forever. It can be over, I want you more than ever. I want you closer, it's not over. I'm gonna turn up every time you turn around. Say it's over, I want you more than ever. You gotta love me, see, I'm ready. We'll never give up, you're the best I've ever found. I still recall us laughing, chasing the beams. I want those days, but with all the summer dreams. Last fall we had no reason to say goodbye. I think your soul was hurt, but you never told me why. It can be over, we must fight forever. It can be over, I want you more than ever. I want you closer, it's not over. I'm gonna turn up every time you turn around. It can be over, we must stand together. Don't say it's over. I've said them long ago. You must hear me, hold me, feel me. Listen, I won't let you go. It's not over. Can be over. It can be over. We must fight forever. Can be over, I want you more than ever. I want you closer, it's not over. I'm gonna turn up every time you turn around. It can be over, we must stand together. Don't say it's over, I want you more than ever. You gotta love me, see, I'm ready. We'll never give up, you're the best I've ever found. Köszönjük szépen a Full Moon-nak, It Can't Be Over, ez volt a daluk címe, és a lottó sorsolás sem érhet véget addig, amíg nincs meg mind az öt nyerőszámunk, úgyhogy most egy lépéssel közelebb kerülünk ehhez, hiszen húzzuk a harmadikat. A harmadik nyerőszám a 19-es. Ha jól számolom, akkor ma van az első szombat májusban, ugye? Igen, jövő héten pedig a második. Aztán a harmadik, és ez így megy. Így megy, igen. Sorban, de mi... Májusban végig itt leszünk, Heinz Gábor Biga. A másodikról jut eszembe, hogy azt ígérte Biga, hogy legalább egy, aztán azt mondta, legalább kettő saját dalt is énekel ma nekünk, adjuk meg neki a lehetőséget. Sőt, hát jó? Igazából azt is megbeszéltük, hogy melyik legyen az a második dal, és már le is lőttük a poént pár perccel ezelőtt, úgyhogy színpadonkon a Gitán Oláv és Heinz Gábor Biga szól a Learning to Let Go. It was a day in July, with the sunset like fire. I had you in my arms. Hey. Love spurs spread out on words, some kind of conversation. You're not the chance because you don't need to hurry.
I'll pretend not to worry. I'll be near you when you call. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worldwide. Every step along the way, every night and day, I'll be there. Learning to let go. Funny how time passes by. An hour and then we sit together. You answer for my advice. Hey. I don't have all the answers. Just do you pass them on? Do the sparkle in your eyes. Oh, with the wind behind you and the sun in your face, you think roll the coaster ride, push you up and get down. You may slip, you may slide, just get up and then climb. Down the trouble, I will be there by your side. I know you make it on your own. Yeah, 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 yeah. Learn it to let go. Köszönjük szépen, nem mozdulj, míg a jövünk ide hozzád, számtalan kérdésem, számos kérdésem van, legalább nekem kettő. Nekem egy, miért nekem énekeltünk? Szerintem az picit drága lesz. Ne, hogy tényleg, tehát ez mi ez? Mert ugye ez mi ez? Azt érzem, hogy utolért téged is a válság. Ugye a műsor elem nagy gitárral kezdtél, most meg egy ilyen pici van. Ez egy kicsit, egy húrsérült ukuleléről van szó. Hogy miről? Egy húrsérült ukuleléről. Ez nem mindig egy három húr, óros elárulom ezt most neked, mert lehet, hogy magadtól most ezt nem biztos, hogy nem kitaláltad. Ez egy négy húros hangszer egyébként, egy hávai hangszerről van szó. Én az élő zene varázsa címszó alatt a hevében, valahogy az élő zene hevében elszakítottam egy húrt, de szerintem így is boldogulsz vele. Mit szólsz? Köszönöm, hogyha megpengeted egyszer. Mindenféleképpen régi minimum álmom valósul meg. Azért itt tartom a mikrofont, hogy tényleg szeretném. Az egyik álmom az, hogy szárny nélküli repülővel repüljek. Amit szeretnék, jó? Kérek, azt mindenki tudja. Jó, jó, készüljünk fel. Előre szólok, ez lesz az első ilyen bukulala, vagy mi ez? Ukulele. Mindegy, akkor tessék. Egy, két, há, és. De hát ez nem a Learning to Let Go. Lementem, de így nekem is megy, azt hiszem, de most erre nincs idő, kipróbáljuk szerintem. Köszönjük szépen, fantasztikus volt. Jogos a taps, azt hiszem, jó, még Leventének is járt, nem csak Bigának, mi pedig húzzuk a negyedik nyerőszámot. Negyedik nyerőszám a hetes. Még egy nyerőszámmal, illetve még egy Eurovíziós dallal adósok vagyunk a nézőknek. Igen, úgyhogy készenek fel. Itthon is nagyon népszerű ugye, az Eurovíziós dalfesztivál, de ráadásul ugyebár nemzetközileg is, sőt Svédországban talán leginkább. Arról nem beszélve, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt, 1974-ben nyerte meg a versenyt az ABBA csapata a Waterloo című dallal. Azt is imádom, azt a dalt. Ezelőtt szeretnénk főt, testet és zenét hajtani, jövéten beültözünk. Igen, amit már említettünk ABBA-nak. Önöknek, hogy négyen leszünk itt, igen, és már azért szólunk előre, mert nem csak mi készülünk, hanem készüljenek önök is. Igen, mi pedig folytassuk valami mással. Következő fellépőink érkeznek, Király Viktor és DMC.
out of time. How come you're the one that I'm always trying to want to die? Guess it's cause you're so damn fine. Tick tock, forget the clock. Come get down with the king of rock. Time with you is precious, girl, and I got all the time in the world. Say why you messing with my mind? Oh, we're running out of time, girlfriend. Most pedig folytatjuk az ötös lottó sorsását, jöjjön az ötödik nyerőszám. Az ötödik nyerőszám a négyes. Az ötös ottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 4, 7, 19, 58 és 63. Hogy beleélte magát. Éljük bele mi is magunkat a szurkolásba, hiszen vegyük át még egyszer kedden. Igen, így kell szurkolni Kálai Andrásnak kedden, hiszen Eurovíziós elődöntő Dániából, és ő képviseli hazánkat, Magyarországot. Így kell szurkolni. Így, akkor így merem én is az asztalt, és hát annak szurkoljunk, hogy tovább jusson, és akkor szombaton is ott lehet a döntőben. Egyébként én per pillanat András mellett annak is szurkolok, hogy valaki megnyerje az ötös lottó főnyereményét, tehát annak hogy legyen teli találat. Igen, a kedd is fontos, akkor a szombat is, és figyeljenek, mert szerda is fontos nap, hiszen szerdától 10 napon keresztül a megfelelő ötös lottó szelvények külön sorsoláson vesznek részt. Na de a nagy kérdés, hogy van-e teli találat? A Szerencsejáték ZRT munkatársai feldolgozták az adatokat, úgyhogy indul a nyertes kereső. Kiki, köszönjük szépen a fontosabb adatokat. Elsőként lássuk a Joker játék alakulását. Két találatos szelvéből 4214 darab volt az országban, 1000 forintot nyertek. Három találatos szelvény, 427 darab volt az országban, fejenként 10.000 forinttal gazdagodtak. 100.000 forintnak 32-en örülhetnek, hiszen ennyit ér a négy találatos szelvény. Öt találatos szelvény, 7 darab volt az országban, 1 millió forintot nyertek fejenként. És a nagy kérdés, hogy volt-e 6 találatos a Joker játékban? Lássuk, lássuk! És igaz szerencsét hozott, mert volt egy teli találatos szelvény. 17.355.575 forintot nyert valaki, szívből gratulálunk! De jövő héten is érdemes lesz velünk játszani, akkor ismét 12 millió forintot ért. Az ötös lottó nyerő számait láthatják, akkor nézzük, hogy milyen találatok voltak, és ezért mennyi pénz jár. Kettesből 150.973 darab, szelvényenként 805 forint a nyeremény. 7.611 darab hármas volt, 8.190 forintért. Jöjjenek a négyesek, ezekből 115-öt találtunk, 511.905 forintot nyertek a szerencsések. És a nagy kérdés, hogy volt-e ezen a héten teli találatos itt az ötös lottóban? És sajnos nem volt, úgyhogy figyeljenek, mert jövő héten is érdemes lesz velünk játszani. A jövő héti várható főnyeremény itt az ötös lottóban 838 millió forint! Látod, Biga, milyen sok embernek szerencsét hoztál, a Joker főnyereménye is gazdára talált, úgyhogy szerintem imába foglalják a nevedet. Jövő héten te is abba dallal készülsz, nagyon remélem. Én úgy készülök, nem. És neked fogom énekelni. Ezt jó. Is megbeszéltük. De jövő héten nem fogsz megismerni, mert szőke leszek és kékszemű. Szerintem te nem fogsz megismerni engem. Szóval jövő héten mindenképpen csak meg Levente szeretném valamit mondani, semmi. Vagy már csak elbúcsú. Üdvözlöm, nem tudok már, és találkozunk jövő héten, és vigyázzanak magukra. Köszönjük jó? Szépen. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Drop a roll at the partition, please.
days. I don't need you seeing your say on her knees. 45 minutes to get all dressed up. We even gonna make it to this club. Now my mascara running red, lipstick smudge.